Ezzel a kísérletünkkel a Fintóvidék kialakulását fogjuk szemléltetni. Terepasztalunkon egy homokfelszínen tómedreket, tómedencéket alakítottunk ki. Ezekbe a tómedencékbe jégkockákat helyezünk. Miután beraktuk a jégkockákat a tómedrekbe, melegíteni fogjuk őket, és megfigyeljük, mi fog történni. Azt tapasztaltuk, hogy az elolvadó jégvize kitöltötte a tómedencéket. Ez a folyamat zajlott a jégkorban, az úgynevezett pleisztocén korban, 2-2,5 millió évvel ezelőtt, amikor a Föld északi féltekéjét hatalmas, több ezer méter vastag jégtakaró borította. Jégtakaró vastagsága 1000-2000 méter is lehetett. Ez a jégtakaró egészen az 50. szélességi körig hatolt le délre, lassan mozgott, és a mozgása során csiszolta, kiválta az alatta lévő kőzetréteget. A puhább kőzeteket mélyebben válta ki, a keményebb kőzeteket kevésbé. Amikor ez a jég kezdett visszahúzódni és elolvadni, az elolvadt jég vize kitöltötte a mélyebben fekvő medencéket. Így keletkezett az ezer tó országában, a sok tó Finnországban, ahol nem is ezer, hanem több ezer tó számlálható, de ugyanígy keletkeztek Kanadában is a jégkorszaki tavak. Ide sorolhatjuk az USA nagy tavainak területét is, a felső Michigan, Huron és az Ontario tavak keletkezését is.